A szakember szolgáltatásait azoknak a vállalkozásoknak kötelező igénybe venniük, amelyek bizonyos energiafogyasztási határokat túllépnek az elektromos áram, a gáz és hőtermelés tekintetében. A társaságoknak a szakreferens segítségét június 30-áig kötelező igénybe venniük, ezt pedig regisztrálni kell a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál. Ha ezt nem teszik meg, vagy elmulasztják a határidőt, szankcióra számíthatnak. A szankciók azok gyakorlatilag büntetésként működnek, pénzügyi bírsággal járnak, amely 200 ezer forinttól akár 2 millió forintig is terjedhet, illetve ha valaki nem fizeti be, vagy pedig befizeti, és továbbra sem igényel szakreferenst, akkor 3 millió forintig is büntethető. A változtatásokra azért volt szükség, mert Magyarországnak is követnie kell az Európai Unió erre vonatkozó előírásait, azaz országosan 1,5%-os energiamegtakarítást kell elérni. A szabályozás változása azokat a gazdálkodó szervezeteket érintik, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 ezer kilovattóra villamos energiát, vagy 100 ezer köbméter földgázt, vagy 3400 gigazsúl hőmennyiséget. Nagyon fontos lehet az, hogyha egy cégvezető egy energetikussal okosan, hasznosan összedolgozik, akkor a cég életében ez nem egy plusz teher, egy plusz kiadást jelent az energetikus kötelező foglalkoztatása, hanem számtalan olyan költségcsökkentő lehetőségre deríthetnek fényt együtt, ami a cégnek akár több millió forint megtakarítást eredményezhet az energetika terén. Az energetikai szakreferensek éves jelentést készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energiamegtakarítási eredményekről, amelyet minden év május 31-éig a cégek honlapján is közzé kell tenni. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a Közműszabályozási Hivatal honlapján elérhetők.